2022. októberében Kiskörösváros képviselőtestülete sürgősséggel intézkedési tervet fogadott el az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A testületi ülésen a képviselők intézményenként vették sorra a takarékossági intézkedéseket. Ennek eredményeként az átlagos energetikai megtakarítás 37% volt, ami városi szinten több százmilliós megtakarítást jelentett. Domonyi László polgármester a legutóbbi november 22-én megtartott testületi ülésen bejelentette, hogy az idei év telén nem adnak ki központi szabályozást az energiafelhasználással kapcsolatban, nem lesznek korlátozó intézkedések a város intézményeiben. De nyomatékosan kérem az intézmény vezetőket és az intézmény dolgozókat, hogy azért annak a tudatában takarékosan éljünk, ahogyan azt megszoktuk az elmúlt időszakban, még ha nem is volt jó. És szeretném mondani mindenkinek, hogy annak ellenére, hogy korlátozó intézkedések nem lesznek, és ezek az intézkedések kötelezővé nem lesznek téve, a gáz óraállásokat, a villanyóraállásokat hetente ugyanúgy kérjük, folyamatosan monitorozzuk és ellenőrizzük az intézmények energetikai fogyasztását. Domonyi László polgármester megköszönte az intézmény vezetők hozzáállását az energiafelhasználás tavalyi korlátozásának betartásával kapcsolatban, és ugyanezt az odafigyelést kérte a polgármester a város intézményeitől az idei télre is. Következő évtől, illetve gázszámlában most október 1-től már egy új energetikai kötésünk van. Áram szempontjából január 1-től lesz aktív az a kötés, amit tettünk, olcsóbbak az árak, de lényegesen drágábbak, mint amik 2 éve voltak. A sikeres energetikai szerződéseknek köszönhetően nem lesznek ugyan korlátozó intézkedések, de a takarékosságra oda fognak figyelni, hangsúlyozta a polgármester.